Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Rimworld Mesztelen Brutalitásnak a 28. epizódja. Hölgyeim és uraim, a mostani rész alkalmával megpróbálom a bázison belsejét egy kicsikét rendbe rakni, Rissának egy kicsikét jobb környezetet biztosítani itt a kutatószobába, ezt is természetesen befejezni, és nem beszélve arról, hogy értékesíteni azokat a dolgokat, amiket itt én most kaptam. Nos, mindenféleképpen szeretnék hangsúlyt fektetni zöld szőnyeggel a közösségi szobámba, ugyanis lehet, hogy Mai-nak és doktornak lesz egy házassága, talán. Kacomit megnézzük, gyerekek, mert kivel milyen kapcsolatban van. Ed Stafford a barátok, és doktorral is barátok. Egyébként senkivel nem tud közel kerülni, egyetlen egy nővel sem tud közel kerülni. Kacumi a rivális? Miért rivális? Ex-szeretője halott. Tehát az nem lesz probléma. Lássuk mondjuk Rissát. Minusz 44. Ocsmány minusz 40. Megsértették minusz 10. Cseveget plusz 10. Hát... Kacumira így visszamennék, mert nem igazán látok reális esélyt arra. Tatjana? Hát... annyira nem gondol jót. Kacumi valószínűleg, hogyha nem kap egy ilyen arc átültetést, akkor nem lesz túlságosan jó élete. De meglátjuk majd, hogy hogyan fog alakulni így a közeljövő. Lehet, hogy tudok rajta változtatni, lehet, hogy nem. A déli zónát a mai részben meg szeretném nyitni a közösség számára. Valamint arra gondoltam, hogy néhány robbanóanyagot ide el fogok helyezni, szám szerint hármat. Tehát a kutatásom a következő időszakban a rögtönzött robbanószer prioritást nyerte el. Azért is, mert plusz még kettő koronista ezeknél a laborasztaloknál, az egyszerű laborasztaloknál tudja a kutatást gyorsítani, és gyorsan lecsekkolom, hogy hány namóra rohad el a kokainlevél. Tökéletes. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Ezt a raktárat szeretném levenni. Hát maradhat előnyben részesített, te milyen vagy, normál, akkor visszarakjuk ezt a raktár helyiséget normálra. El fogjuk szépen szállítani innen a tornyokat, mert természetesen már nincsen szükség ezen tornyoknak a használatára. Maszki nem fogja előtérbe helyezni ezt a feladatot, valamint ezt a közösséget szépen ki fogom építeni. Be fogom fejezni a szobát, és meg fogom mutatni, hogy mi a különbség a csiszolt fal és az épített fal között. Hölgyeim és uraim, a mostani részhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Megérkezett hozzánk, hölgyeim és uraim, egy újabb sámán kereskedő a fehér csalogány Nalakabortól, és meg is nézem, hogy mi az, amit esetlegesen tudnánk velük kereskedni. Hát, ha lesz valami érdekes dolog, amit úgy az új világból sikerült összeszedniük, és azt szeretnék értékesíteni. Na, lássuk! Nyugalomforrás, sokkal lándzsájuk van, nyugalomforrás, őrítő lándzsa, abból már van kettő nekünk, szóval nem kell egy újabb. Mi az, ami még van? Cigarettájuk nekünk is van, neurotamin az nekünk is van, orszarvúkkal jöttek volna kereskedni, de hát nekünk annyira nem kell. 1052 pénz van náluk, úgyhogy lehet, hogy azt úgy kihúzom belőlük, csak azért, hogy még több lóvém legyen, és tudjunk majd szépen különböző eszközöket venni a koronistáinknak. Sört fogok eladni, hölgyeim és uraim, azért, hogy fel tudjam tornázni ezt az értéket. 30 helyett 60. 200, de azt a kutyafájt annyit nem akarunk adni. 60, 800, felmegyünk, akkor 80 sörre. Oké, adunk még egy párat. Adunk nekik 1100-at, hogy örüljenek. Tudom, hogy nincs annyi pénzünk, de hát nem lesz ez probléma senkinek. Elfogadjuk, jóvá hagyjuk. És a fehér csalogány Nalakabornak a kapcsolatunk 50-nel nőtt. Egy kis pénzt kihúztunk belőlük. Megvehetünk volna valamit, de úgy Isten igazából nincsen rá szükségünk azokra a tárgyakra, amikkel érkeztek. Az az igazság, hogy a vegyes kereskedő, ami éppen ebben a pillanatban érkezett, azért állítottam meg, viszont kaptam valamiféle pszichotikus hullámot, ami végig söpört a tájon. A gyarmatosok jól vannak, de úgy tűnik sok vaddisznó megörült a környéken, helyszínre ugrunk. Remek! 6 darab vaddisznó a vadvilág fülnél. Szépen megnézzük, hogy mennyi vaddisznó van. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Remek, 14 vaddisznó. 14 vaddisznó fogja nekünk szétberhelni a védelmünket. És mindenki megindul, mindenki. Nos, lássuk itt mennyi van. 36.
Lehet, hogy fel kell kapcsolnunk majd a defenzivitásunkat, nem tudom. Meglátjuk mindenféleképpen. A kolonistákat be fogom állítani, hogy a belterületben tartózkodjanak. Jelenleg egyetlen egy élőlényem sincs a kapukon kívül, és amint Ed elkészítette ezt, vegyes kereskedővel szeretném, hogy kommunikáljon, és a vadisztunk valószínűleg be fognak jönni a kolóniába. Lehetséges. Nem vagyok benne tökéletesen biztos, de lehet, hogy meg fognak minket kínálni egy kis vadisznó hússal. Kettő. Hát igen, kettő. Az egy, ez az. Egy, kettő, egy. Nagyon jó. Lehet, hogy sokkal kevesebb nyersanyagot kell felhasználnunk ennek az eseménynek a kezelésére. És hogyha délen nyitott lenne, akkor délen is tudnának jönni. Jobban örülnék egyébként, hogyha az állatok jönnének a másik oldalról is. De még nem tudom kinyitni a déli pontot, mert át szeretném szállítani a sújtó csapdáimat a déli zónába. És eredet megnézem, hogy hol jár, és kereskedünk is. Na lássuk, a vegyes kereskedő mivel tud minket megkínálni. Esetlegesen zsiványt és borzit eladhatjuk, akit el is fogunk. Ugyanis zengő és mániás, akik hozzánk tartoznak úgy konkrétan, ezt a kettő huskyt el fogom adni, mert mondtam, hogy nem akarom megtartani a huskykat. Pulyka 2, pulyka 1, illetve pulyka 1 csibe. Van egy hímnemű pulykánk, aki már a szerelem gyereke ennek a kettő pulykának, szépen haladunk. Amint találok vegyes kereskedőnél csirkét, szintén értékesíteni szeretném. Azt mondja, hogy ki az, aki esetlegesen még terhes. Az a kettő mufaló mind a kettő terhes. Az alpakkák mindannyian nőstények, úgyhogy túl sok mindent nem tudok velük csinálni. Sertést sem lenne rossz venni. A sertések indokolatlanul okosak ebbe a játékba, és jó sok mindenre megtaníthatóak. Kutyának megfelelőként viselkednek, és egyébként jó bőr, meg jó húsforrás. Mindenkinek tudom ajánlani. Na lássuk, mi az, amit a megszabaduljunk. Hús természetesen nem fogok eladni. Burgonyából eladok neki egy olyan ezrest. És kukoricából is eladok neki egy olyan ezrest. 1510 ezüstöt tudok kirántani belőle. Lássuk, mi az, amit felkínál nekem. 16 alkatrészt, köszönöm szépen. Fejlett alkatrészből kettőt, én ezzel még várok, mert lehet, hogy potyanni fog néhány dolog, és nem tudom konkrétan, hogy mennyi fejlett alkatrész kell a következő munkafolyamatokhoz. Szövetet nem szeretnék eladni, emberbőr. Ezt adja. Nem, köszönöm szépen, nem. 29 gyógyszert, 74 gyógyszerünk van. Szerintem ez most úgy elég, most úgy állt parancsolok, de megnézem majd, hogy milyen dolgokat tudnék értékesíteni számára. Milyen dolgokat vásárolna meg, ami esetleg jó lenne. Óriás lajhár gyapjú télikabát és mufaló gyapjú télikabát. Télikabátokat fogunk csinálni, hölgyeim és uraim, mert nagyon-nagyon jó árat adnak érte. Normális esetben 300 ezüstöt tudnának adni, igaz, hogy 160 munka kell, de egy koronistám, hogyha azzal foglalkozik, hogy ezeket a dolgokat megcsinálja, az nagyon-nagyon hüvelykúj, az remek. Úgyhogy ezt a kettőt eladom, ami a felső raktárban van, majd a többit pedig szépen meg fogja csinálni nekem máj az alsóba. Ezüst páncél! Wow! Átapoló páncélem, ezek, amik egész testet letakarják, tetőtől a talpig. Ez ilyen teljes vértezet. Ilyen középkori teljes vértezet. Örülök, hogy bent van egyébként. Ez a dolog. 60-at adnak a jó alpaka gyapjú fekhelyemért. Szerintem ezt is tovább passzintom, mert csak jó. Ennél sokkal jobb kell. Dupla hálózsák, az minket annyira nem érint. Mi az, amit el tudunk adni? Krek van nála. Szerintem ebből el tudunk adni akár 150-et, 2200. Lehet, hogy fogunk vásárolni néhány dolgot. 610, nem, 461 acélunk van, amiből szeretnék vásárolni mondjuk egy olyan 400-at. Ezt mindenféleképpen. Plastacél van 42, mert leszállítottam már a plastacélt. Sörből szintén egy 100, hoppá. Oké. Sörből szintén... Ja, ez kell nekem. Nem is értettem, hogy miért nem érti azt, amit én értek. Oké. Sört eladunk. Egyébként elég sok ezüstünk van, függetlenül attól, hogy nem jelzi a játék, hogy mennyink van, mert ugye másik zónába található. Úgyhogy lehet, hogy meg fogok venni néhány gyógyszert. Ennyi elég. 29 újabb gyógyszer. Nem nagyon akarok azzal foglalkozni, hogy gyógyszert így gyártsak, mert neurotamin kell, ami 7,72 egy darab. 700... Hát egyébként amúgy vásárolhatunk. És akkor létrehozhatunk komolyabb dolgot. Kár, hogy nem lehet ezt megcsinálni.
sok dolog hozzávalója. Így van. A neurotamin az mindenféleképpen jó. És mit tudunk még esetlegesen értékesíteni? A rizs az megmarad 800, 1000-es. Itt lehet, hogy felmegyünk 1200-ra, 1500 a pénz, ami üti a markunkat, illetve az a standard nyersanyag, amit megvásároltunk eddig. Alkatrész, vas, gyógyszer, és gyakorlatilag semmi más. Elég egy kényelmes szituáció van jelenleg nálam, hogy nem kell konkrétan, tegyük fel, fekete teát, vagy krekket vásárolni, ambróziát, ezt is mindet el fogom adni. 1900-zal szerintem én meg fogok elégedni, kémiai üzemanyagot nem fogjuk még eladni, az arra még lehet, hogy szükségünk van, úgyhogy elfogadjuk, és megérkezik a cucc, és ennyivel is jóval többek lettünk. Hölgyeim és uraim, egy újabb nagyszerű eseménnyel szakítom meg ezt a folyamatot, méghozzá azzal, hogy a gyarmatosok összegyűlnek, hogy Doktor és Májnak az esküvőjét ünnepeljék. Ilyenkor célszerű mindenkit felkelteni, mert automatikusan fognak az aktuális Komolyan itt, Doktor, itt a legelső helyiség, ahol voltál, ott szeretnétek... Na mindegy. Fura ez a kapcsolat, fura, szerintem abszolút. Nincsen még kész a közösségi terem, de nagyjából ekkora zónát szeretnék biztosítani a kolonisták számára. De sok jó kolonista kis helyen is abszolút nyomorogva van. De hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog működni. Ez a történet, ki az, aki nincs még itt? Leopárd még máshol van. Ed. Jön Ed is, fél lábba a biceg, gyorsan. Ne, gyere gyorsan. Megkezdik az esküvői ceremóniát, egymás elé állnak, Ed is szépen csatlakozik. Gyorsan, közéjük szalad, csak hogy még véletlenül sem menjen normálisan ez a történet. És Doktor és Máj ezen a fantasztikus napon úgy döntöttek, hogy nem biztos, hogy megérik a holnapot, de legalább összeházasodnak. És azt mondják, hogy ez is megtörtént velünk. Eléggé kemény ez a szituáció, hölgyeim és uraim, hogy ilyen környezetben vannak ezek az emberek, és így is megpróbálnak emberiek maradni, emberiek lenni, ezért nem célszerű folyamatosan minden egyes rabszolgából kioperálni a félvesét, meg féltüdőt, meg féllábat, mert jobb, hogyha az ember ember marad ilyen szituációban is. Köszönhetően ennek az eseménynek az elkövetkezendő 1-2 hét az abszolút zavartalanul fog eltelni, mert Máj és Doktor a fellegekben jár az örömtől, a többi kolonista meg, mivel mindenki esküvőn volt, Maskinent leszámítva. Maskinen megkapta? Nem. Maskinen azt mondja, hogy engem nem érdekel az esküvő, nem érdekel a bónusz, engem el teljes mértékben boldogált ez, úgyhogy ő mellőzte a jelenlétet, de a maradék kolonisták mindannyian büszkélkedhetnek egy jó nagy morális bónusszal. Alig lett vége az esküvőnek, már is egy rajtaütéssel lettünk gazdagabbak, és tessük, hogy valójában több irányból, de itt vannak, jól van. Itt vannak. Kikről is van konkrétan szó. Figyelem, őslagosok, a fehér panda gobó érkezik a közelbe, több különálló csapat azonnal támadnak, vigyázz, szokatlanul okos taktikával dolgoznak. Szokatlanul okos taktika. Lássuk, nézd csak, ki van itt! Lódarázs! Lódarázs! De ez nem ez a frakció... Acél, páncél! Te lassú leszel, barátom! Szokatlanul okos taktikával dolgoznak, na én rációt látok abba egyébként, hogy be akarnak törni az ajtón, de mivel szerencsére itt nincs ajtó, itt van, amint bejönnek az ajtón, amint átverekszik magukat, tornyok fogják fogadni ezeket az embereket. Szóval, mindenki a beltérbe tartózkodjon, hölgyeim és uraim, és megnézzük, hogy akkor hány csapatról van szó. Három csapatról, és három embert kell nagyjából mindenhol kiütnünk a nyerekből. Igen. Micsoda? Csebavek Szakán. Jézus! Na, mondjuk ez ilyenkor para, amikor nem sikerül a sújtó csapdákat megcsinálnunk azért, mert volt valamilyen event. Na lássuk! Kígyó, lódarázs, összvér... Kicsoda... Carloassi és Beró érkeznek a déli vonalról.
és lássuk, hogy mi nekik a szokatlanul okos technikájuk. Az lehet egy megoldás, hogy széjjel verik a gránit falat, ez abszolút működőképes lehet, és ezt gyorsan bekapcsoljuk, és Risszát megkérjük szépen, hogy kapcsolja át azt a kapcsolót. Nem szeretnék semmiféle meglepetést, és szerencsére energiánk van elegendő, hogy tudjunk védekezni ezen támadás ellen. De úgy látom, hogy mindenki be fognak jönni, nem? Az utászokkal ásott alagút az magába foglalhatja azt is, hogy a falakat széjjel verik. Lássuk, hogy mi az a szokatlanul okos technika. Remek, fantasztikus. Abszolút tetszik a technikátok. Patkány az el is esett. Mennyire sérült? 8 óra. Hát jó, oké. Várunk mindenkit szeretettel, egy újabb halottal lettek gazdagabbak. És az egyik csapat vissza is fordult. Egyébként. Aha, megpróbálnak kitörni, és valószínűleg ezt a mészkő ajtót széjjel fogják berhelni. Ami annyira nem probléma, jön a második csapat, akkor valószínűleg amikor különálló második csapat szintén hazamegy. Ó, az ott kard nála. De kemény. Még egy ember. Szétverték az ajtót. Kígyó. Kígyó és patkány. És a harmadik frakció is úgy gondolta, a harmadik osztag is úgy gondolta, hogy itt az idő olajra lépni. Na fiúk, lányok, lássuk, hogy kivel lettünk gazdagabbak, ugyanis van itt kígyó, meg van itt patkány, tele vagyunk állatnevű emberekkel. Nő vadász fehér pandagobótól és férfi harcos. 5 óra múlva meghal. Ő 7 óra múlva hal meg. Kígyót lássuk. Csuram víztetemet látott, társa halálát látta. Fájdalom sok. Please kill me. Oké. Karakter, közelharc, gyógyítás, művészet, szociális... Hát ez egy ilyen teljesen átlagos ember. Éjjeli baga, hogy drog megszállott, ideges. A drog megszállott és az ideges annyira nem jó. Lássuk patkányt, gondozás az fullos, bányász az jó. Pszichopata, ideges, kanibál. Egyszerű munkára képtelen. Na most én lehet, hogy kígyóra szemet fogok vetni. Ideges. Az ideges összeomlás küszöbe az nagyobb, viszont hogyha több szórakozást adunk neki, akkor lehet, hogy helyre tudjuk hozni ezt a szerencsétlent. Egyébként egy juhász, tök átlagos nagy csomó dologba, amúgy be tudom rakni követ faragni, be tudom rakni cipekedni, gyógyítása az nem rossz, közel a harcra fel tudom szerelni, főzése is jó, akár lehet egy másik szakácsom, akár. Lehet, hogy be fogom rakni kígyót, füves cigarettát gyártani Tatjana mellé. Ideges drog megszállott. Kígyó erősen megszállottsággal visel a tudatmódosító szerek iránt, sokkal többet fogyaszt belőlük, mint mások, és gyakrabban bulizik. A buli az jó, mert amikor egy gyarmatos kirobbant egy bulit, akkor szintén nagy morálbónusz lesz, csak az a probléma, hogy ugye akkor fogyasztanak is különböző tudatmódosító szereket, aminek általában negatív hatása van, hogy a túlzásba viszik. Úgyhogy én kígyó mellett rakom le a voksomat, ki az, aki a legközelebb van és a legmobilisabb? Mondjuk egy máj. Máj, te meg tudod csinálni? Fogd el őt, kígyó sámán. Nem tudja, nincs zárt helyben lévő rabszolga szoba. Orvosoljuk a problémát, ugye ez az a szobánk, ahol van az asztal is. Ez lesz itt a foglyoknak. És Májt megkérjük szépen, ha már ilyen tehetséges hangulatában van, hogy szépen őt fogjuk el. És te is meghalsz. Nem, akkor még egy. 4 óra múlva hal meg, a jobb szemét kivágta ez a sújtócsapda. Szükség, tetemet, kopott rólát víz, csuromvíz, fájdalma sok, karakter és oké. Vasakaratú lihegő, de gyönyörű. A lihegő, de gyönyörű az remek kombináció. Képzeljétek el, mindegy, hogy férfi vagy nő, egy roppant szép embert, aki folyamatosan liheg, de amúgy nagyon szép, és annyira szép, hogy így szemet hunysz, nem baj, liheg az art, na mindegy. Szóval én így tudom elképzelni azt a lihegőt, tehát nem róla van szó, hanem kígyóról. És meglátjuk, hogy el tudjuk-e kapni. Ha már ilyen nagyon-nagyon extrém technikával jöttek ránk. És hölgyeim és uraim, az a bőrös nagy helyzet, hogy 2 darab sújtócsapdánk van. Úgyhogy Maskinen a következő időben valószínűleg sújtócsapdákat fog csinálni. Hölgyeim és uraim, egy emberevő falkával kell szembenézzünk a mostani elkövetkezendő tél előtt. Ugyanis december 6-a van, idekint -1 fok, de a növényei még szerencsére nem fagytak el. Imádkozzatok, hogy ne kapjunk még egy hideg frontot, egy hideg hullámot.
de szerintem akkor is életben maradnánk, mert azért 1120 kukorica van, amit itt megtermeltünk, és ezt a helyiséget én beszeretném vinni a hegybe. Szóval! Szeretném felszámolni mind a kettő zónát egy bizonyos idő után, és szeretném kitolni a bázisomnak a határvidékét először csak nagyjából egy olyan 10 kockányira, úgy, hogy ezt a hegyet is érintem. Na de vissza az emberevő falkára, hölgyeim és uraim, ugyanis emberevő pumák jelentek meg a környéken, a közelben kóborolva vadásznak emberhús rajt, akkor nem törnek át, ha nem látják, mikor bemész. Kikapcsolt ágyukat nem támadom meg, ha nem akarod megölni őket, állítsd le ezeket, pár napig lesznek a környéken. Hát az az igazság, hogy nekem a húsuk meg a bőrük kell, és csak 13-an vannak. Vadvilág, azt mondja, hogy puma. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tehát van valahol egy puma, ami szintén megtámadhat minket, de nem hiszem, hogy ő is emberevő, mert egyébként akkor lesz emberevő egy állat, ami a térképen tartózkodik, hogyha egy ilyen pszichotikus hullám végig söpör rajta. Hát akkor ugyanazt tudom mondani, hölgyeim és uraim, amit már eddig, beltér és hármas. Némi soralap elrohadt a raktárba. Gyerekek, miért nem kell a soralapot belepumpálni ezekbe a hordókba? 111 sörünk van. Ne, nem hiszem el. Gyertek, pumák! Szerencsére egyetlen egy koronistám sincs oraként, ugyanis a pumáknak van egy olyan jó tulajdonságuk, hogy 5.00 C per MP-vel mozognak, ami szerintem egy kicsit gyors, de hát ragadozókról van szó, most így... Hova mentek? És miért oda? Bocsánat? Ja, eltakarítja a koszt, doki. Azt megnézem egyébként. Nem tudom, hogy a be... Ja, oké, ajtó nincsen a beltérben. Na, lejönnek ide a pumák. Ha-ha-ha-ha-ha! Álljon meg a! Na. Azért. Azt hittem, hogy itt nagyobb problémákkal kell szembenézni. Szerintem egy idő után megunják. Nem biztos. Adunk Maskinennek egyből egy másik feladatot. Isten őrizzen, hogy kimenjen oda a pumákhoz, és hogy kinyissa az ajtót, de szerintem a javítást meg tudjuk csinálni. 50, oké. Okay. Erre ilyenkor nagyon oda kell figyelni, srácok, lányok, mert ez itt abszolút problémás lehet, hogyha a pumák úgy gondolják, hogy hát akkor ők úgy elnézés, de úgy bejönnének ezen az ajtón. Úgyhogy körzetekből szépen a beltérnél ki is veszem ezt a pontot. És oké, nem is megyünk. Maskinen pedig végzi tovább a dolgát. Lehet, hogy lent fognak bejönni, abban sem vagyok biztos, hogy az alsó zónát ki fogják hagyni. De jobban örülnék, hogyha fele fent, fele meg lent jönne. Annyira nem indokolt a pumahús, de minden egyes apró falatot örömmel fogunk venni. Úgyhogy most ezt az emberevő falkát megpróbáljuk a lehető legegyszerűbben kezelni. De úgy látom, hogy figyelnem kell, mert hogyha a pumák leharapják az ajtódarabot, persze ez reális, de nem baj, akkor elég nagy problémák lesznek, és eléggé bajban leszek. Ezt mondom, nézzétek, ezt mondtam. Legnagyobb ellenségünk, hölgyeim és uraim, a hosszantartó emberevő falka, ugyanis a pumákkal napokon keresztül itt kellett szerencsétlenkednem. Viszont most egy bulival fűszerezzük meg az unalmas hétköznapokat, ami szintén egy fenomenális történet, ugyanis jelenleg nincsen drog megszállott a csapatba, a legjobb tudomásom szerint. Ed bulit rendez, aki elmegy élvezni fogja, a hosszantartó hangulatjavulást eredményez. Ezt mondjuk annyira nem tartom jónak, mert miért élveznék egy bulit? Miért ne lehetne az, hogy nem vagyok jó buliba? Miért ne lehetne az, mondjuk remek helyszínválasztás? Szóval sörfőzdébe bulit csinálni, jó stílusa van Ednek. Nekem nagyon szimpatikus Ednek a stílusa. Visszatérve erre, amit elkezdtem mondani, nem igazán tudtam újrahúzni a sújtó csapdákat, úgyhogy most megvan a veszélye annak, hölgyeim és uraim, hogy itt bizony az ellenfél be fog kopogtatni,
és nem homokkő, hanem mészkő ajtót szeretnék oda elhelyezni. Ugyanis a pumák az első sor nem is igazán használták, mert be tudtak jönni problémamentesen, és így szépen végigverték egy kivételével a sújtócsapdáimat. Ez is egy olyan szituáció, hogy a Cassandra nem mondja azt, hogy hát jól van, akkor most ne legyen jó, hanem legyen inkább rossz, akkor természetesen nem ez történik, hogy kapok egy bulit, hanem kapok egy rédet, és akkor csak a fizikai fegyverzettel tudok esetlegesen reflektálni azokra a történésekre, amik ilyenkor vannak. Rissa mégis egy összeomlás veszélyben van, mert Rissa egyébként egy ilyen. Bulin voltam. 10 napig. Oké. Okay. Remélem, hogy ha sikerül betoboroznom kígyót, ami hamarosan meg fog történni, ugyanis 1,9-es az ellenállása, és 81%-ban ott a doki. Nézd a dokit! Nézd a dokit! Hogy le fogja építeni? 0,1. Akkor még egyszer neki fogunk futni, és akkor kígyót elkezdhetjük toborozni. Na már most! Szeretném itt kivágni az összes fát, ami itt található ebbe a zónába. Szeretném, csak nem fogom. Igen, itt, ami itt található fát, mindegy, ki szeretném vágni, majd ez a kupasz lesz a következő. Önjelölt valamit, itt van még néhány fadarab, és a délen vannak még ilyen gazdagabb erdős részek, lehet, hogy ezt is, azzal még várunk egy kicsit. Ezeket esetlegesen kivághatnánk, illetve le kellene bontani a... igen, ez a figyelmetlenségem, ezt itt nem pakoltam el. Na jól van! Oké, okay, hölgyeim és uraim, kibővítettem egy kicsit ezt a helyiséget, és szeretném majd valahova lerakni a kórházamat, a kórházat pedig valószínűleg majd ide fogom elhelyezni. A kórháznak nagyon nagy szerepe van, ugyanis hogyha a koronistáim megsérülnek, akkor nem a szobájukba kell, hogy lefeküdjenek, hanem a kórházba, és a kutatást, hogyha figyelembe vesszük, kórházi ágy, pipa. Mik lesznek a következő dolgok? Az életfunkció monitor mindenféleképpen hasznos lenne, de még mielőtt a multianalizátorhoz hozzáfognék. Még. A steril anyagok nagyon fontosak. Mert a kórházba műteni is szeretnék, ugyanis van olyan emberem, több olyan koronistám van, akinek hiányzik valamilyen testrésze. És én ezt pótolni szeretném. Nem szeretném, hogy a kolóniám úgy élje a mindennapjait, hogy hiányoznak ezek a testrészek, mert hiányos testrésszel kevésbé tudok hatékonyan dolgozni az emberekkel. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a Rimworld-be, hogy kellő hatékonyságot tudjanak nekünk visszaadni a kolonisták, hogy értelme legyen annak, amiért itt vannak. Ha megnézitek egyébként egy 10 résszel korábbi epizódot, akkor nem biztos, hogy látunk ilyet, mert azért most sokkal jobb a helyzet, mint 10 résszel ezelőtt. Na! Megmutatom a másik alternatíváját ennek a gusztustalanságnak, ami nem más, mint a mérgező hajóroncs. Egy ősi űrhajó nagy darabja zuhan le a közelbe. Mérgező anyagok szivárognak belőle, amik minden növényt megölnek egyre nagyobb területen a hajó körül. Pusztítsd el minél hamarabb! Igen, az egyik pszichotikus hullámokat bocsájt ki magából, ez viszont mérgező hajóroncs, és kipróbálunk valamit. Amúgy eléggé közel esett le az arcunkhoz, amit mondjuk kibírok rögés nélkül, körzet, raktár, nem. Azt akartam kipróbálni, hogy rakok ide fát, begyújtom, és akkor hagyom, hogy ez leégjen szépen darabokra. Úgyhogy ez lesz a következő projektünk, hogy ezt itt szépen el fogjuk pusztítani. Növényeket gyilkol le, nincsen semmi értékes, maximum ez a fa, ami esetlegesen értékes, de annyira nem fogok falnak menni tőle. A tervem a következő, hölgyeim és uraim, ugyanis van egy tervem. Szeretném ezt a zónát itt kibányászni, így ezzel a ponttal, amivel Rissát szeretném megbízni. Felhúzzuk a sújtócsapdákat, majd ezt követően felhúzunk még egy sort, és utána fogjuk kibontani a csomagot. Ez lesz a terv, remélem, hogy sikerül még megvalósítani most. Hölgyeim és uraim, annyi minden történik, hogy muszáj vagyok megállítani. Van itt egy felfedezés, ami úgy konkrétan nem is érdekel minket, mert ebbe a zónába tudnak kijönni az emberek. 3 koronistán pest is kapott, az állatoktól valószínűleg átkúszott ez a pest is. Maskinen, Tatjana és Rissa kapott pestist. Az élelmiszer termelésünket nem befolyásolja. Az állatok gondoskodását sem befolyásolja, az építészetet befolyásolja csak, de szerintem a többi koronistára is ki lehet adni az építkezés feladatot, annak érdekében, hogy ezek a sújtócsapdák felépüljenek, úgyhogy köszönjük szépen, gondoskodni fogunk róluk, és Maskinen, Tatjana és Rissa kapjon ezt követően
gyógynövény, gyógynövény, maszkinen, gyógyszert kap, Risa, gyógyszert kap, és Tatjana szintén gyógyszert kap. Rengeteg gyógyszerem van, hölgyeim és uraim, de pörgött, azaz erre 108 gyógyszerem van, ami abszolút segíteni fog nekem a közel jövőbe. Maszkinennel megkockáztatok egy kis pestist, mert egyébként abszolút jó állapotban van, úgyhogy a biztonságnál még le fogunk pakolni itt. Ad, gyönyörűek vagytok! Kikutattuk a robbanószereket. Úgyhogy EMP csapda, oltóhab csapda, antianyag robbanófej csapda, mondjuk ez kell lövedék, ez aztán állat. Ez aztán állat. Gyújtóbomba csapda és robbanószer csapda. Robbanószer csapdát akarok majd lerakni, valószínűleg majd erre a zónára. Ide. Az arcukba, hogyha ne talántán kitalálják, hogy hát akkor utánszokolás a talagutakkal megyünk. Jöttök, ahogy gondolod. Mert ide szokta begyűlni, berobbantom és majd rájönnek, hogy hanyadikán van elsője. Nos, ez az első dolog, a másik pedig az, hogy Eddel tudunk végre kereskedni egy kalóz kereskedővel, csak hát ez most nem igazán lesz hatékony, hölgyeim és uraim, ugyanis nincsen semmilyen rálátásunk az ezüstünkre. Úgyhogy azt fogom mondani Ednek, hogy legyen olyan kedves, hogy alacsony prioritással ellátott területről cipeljük el, doktor meg képtelen cipelni, rengetegszer, igen, cipeld és cipeld. Dolgozzon mindenki egy kicsit. Elcipeljük ezeket a dolgokat. Elcipeljük. És utána Eddel pedig szépen kereskedni fogunk, ami itt található ezüst az 5000, úgyhogy Eddel lehet, hogy inkább a kalóz kereskedőt fogjuk megkeresni, és reménykedünk benne, hogy találunk valami fenomenálisan jó koronistát, aki csatlakozhat a mi kis kolóniánkhoz. Ott is van. 4. 3 ember. Ugye ki jó a miénk, de nem fogjuk eladni. Úgyhogy megnézzük szépen, hölgyeim és uraim, 23 hit meg is vettük. Gondolkodás nélkül a legolcsóbban a kalóztól tudtok gyógyszer szerezni, csak noszogatni kell, hogy gyere már. Eladunk neki csuklóból mondjuk 100 dzsangát, ez teljes mértékben jó lesz, a kokaint is eladhatjuk neki, úgyhogy lehet, hogy vissza fogunk jönni. Bionikus fül van nála, fájdalom stop nálam, több bionikus dolog nem igazán van, alkatrész van még nála 5, eléggé drágán, úgyhogy megvesszük ezt az alkatrészt, mert van rá pénzünk. Nos, fegyvereket is adhatunk el, meg páncélokat meg vásárolhatunk, mini ágyút, amit nem fogunk most megtenni, de megnézzük, hogy kik azok az emberek, akik vannak. Toborzó, fejvadász és sittes. Remek referencia. Fantasztikus. Megnézzem először a legolcsóbb karaktert, aki a toborzó lesz. Az egészség, mindenre tökéletes karakter, 13-as közelharc. Erről szerintem el is tekinthetünk. Második a fejvadász. Egészség, mozgása legyengült 91%, ami annyira nem jó, főleg, hogy fejvadász. Wow, bányászat, az epic, drogmegszállott revolverhős és kapzsi. Revolverhős és a 11-es tehetséges lövészet gyakorlatilag így teljes mértékben így kiüti egymást. Adrián, sittes, legyen ez egy jó szakma, egészség, oké, eddig jó, és... Erről van szó! Ott a főzés! Nem jutottunk előrébb azzal kapcsolatban, hogy művészünk legyen, hölgyeim és uraim, viszont lett még egy szakácsunk, ugyanis ezt az embert megvesszük. Ezt az embert meg fogjuk venni. Urbánvilági utcagyerek és sittes. Ápolás, szociális munkára képtelen. Nem is kell, mert van már 3 komoly szakmával foglalkozó emberem, aki tudja ezt a feladatot ellátni. Úgyhogy köszöntünk nemes kolóniánkba, Adrián, és folytatni fogjuk még vele a kereskedést, de nem most, hanem majd csak a következő részben. Úgyhogy elfogadjuk, és Adrián, a kis kopasz fejével, megérkezik ide az alkatrészekkel és a gyógyszerekkel együtt. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Következő rész az ajándékcsomag kibontásával fogjuk eltölteni, valamint a sújtócsapdák felépítésével. Nagyon örülök, hogy előre jutottunk, kígyót is hamarosan meg fogjuk törni, ugyanis a fogolyt megtörtük, és most már a toborzás opcióval őt is köszönhetjük a kolóniánkba. Hölgyeim és uraim, én Uno voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!